Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Őszintén sajnálom, hogy megint önt küldték ide, hogy helytálljon mások hibás döntéseiért. Arról beszélni, hogy miért elhibázott a termőföld privatizáció, nagyjából a vitanapon már nagyjából leszűrtük a konklúziókat, és látjuk, hogy ez egy kifejezetten nemzetrontó, hazáruló döntés a kormány részéről. Tehát ez már tény, hogy ezt megcsinálják ennek ellenére. Az, hogy jó sok helyre kéne trágyát borítani, ott, ahol ezt támogatják, szerte a képviselők vagy kormánypárti képviselőim között, ebben biztos vagyok, de nyilvánvalóan nem csak erről kell beszélni, hiszen ezt a döntést már meghozták, hanem az, hogy milyen ennek a lebonyolítása, hogy miben hazudnak még. Mert hazudtok abban, hogy ez jó lesz, de hazudnak abban is, hogy ez a külföldieket majd nem érinti. Kérem szépen, ugye nyilvánvalóan tény, lehet itt a szerecsent mosdatni, hogy hogyan magyar gazdálkodó, az osztrák TSZ-elnök az hogy lesz magyar gazda, hogy lesz az 1000 hektáros nagybirtokos, majd kisbirtokos. Lehet minden egyes külföldi, akár Bács-Kiskun megyében, aki 86 milliót letesz, akár Győr-Moson-Sopron megyében, lehet a legrendesebb ember, lehet a legjobb gazdálkodó. Nem ez a probléma. Persze, ezek mind lehetnek a helyi közösség értékes tagjai. A probléma az, hogy az összes többi magyar kis és közepes gazdálkodó, akik állítólag a maguk célcsoportja, azoknak esélyük nincs velük szemben licitálni. Tehát senkinek nincs 80 milliója és 100 milliója ahhoz, hogy ezeken részt vegyen. Kivéve, de mindjárt mondom a kivéve, hiszen a második nagy hazugságuk az, hogy ez a kis és közepes gazdálkodókhoz szól. Az a jó hírem van, hogy a harmadik hetén az árverésnek láttam most már egy valóban kis és közepes gazdálkodót, aki nagyjából 100 hektáros nagyságrenddel meg tudott venni 3 hektárt. Valóban így van. Majd fel tudják mutogatni a kampányukban azt, hogy néhány ilyen 3 hektáros birtokot el tudtak adni rendes embereknek is. De ugyanezen az árverésen, ahol voltam, a tennapi nap folyamán Fazekas Sándor miniszter úrnak a rokona, Bekecs Péter Tisza Szent Imréről két árverésen így egy csettintéssel otthagyott 156 milliót. Így könnyű. Ha ezek az önök kisgazdálkodói, ezek az önök barátai, akiket meg akarnak erősíteni, akkor világos az, hogy kiket akarnak megerősíteni. Nyilvánvalóan a Tisza Szent Imrei mezőgazdasági Kft. Tulajdonosait, hogyha megnézzük, és megnézzük azt, hogy mennyi földet kaptak csak megbízási feladatként az elmúlt években, akkor látjuk, hogy vannak, akik jól fekszenek önöknél. Nyilvánvalóan, hogyha ez a cél, akkor erről kell beszélni, és nem pedig etetni a ellenzéket meg a társadalmat azzal, hogy önöknek a kicsik fontosak. Hazudtak és becsapták, amikor azt mondták, hogy a kicsiket akarják segíteni. Nem igaz, csak a nagyoknak van meg az esélye, hogy az érdemi földet el tudják vinni, és önök fel fognak tudni mutatni néhány 3 hektáros eladást, hogy kicsik vették meg, de a földek túlnyomó többsége, amit egyáltalán el lehet adni, hiszen jó néhányat ugye el se lehet adni, azok viszont ilyen nagyokhoz kerültek, és olyan külföldiekhez, akikkel szemben a magyar gazdának esélye nincs. Nyilvánvalóan a hazugságaik folytatásában az is egy nagy megtévesztés volt, mikor itt többször megígérték, hogy átlátható és nyilvános lesz a folyamat. Tegnap erről áramtitkár úrral már volt alkalmunk eszmét cserélni. Ő véleménye szerint majd, hogyha bejegyzésre kerültek ezek a tulajdonjogok, akkor kell, hogy nyilvános legyen. A mi véleményünk szerint, miután egy nagyértékű állami vagyonról van szó, azért nem lenne baj, hogyha a folyamat is átlátható lenne. De Neszményi Zsolt kormány megbízott Somogy megyében ki is jelentette egy tegnapi sajtótájékoztatón, nem kell nekik ilyen nyilvántartást vezetni, és nem feladatuk az, hogy ezt nyilvánosságra hozzák. Azt mondják, hogy menjen be mindenki és üljön be az árverések, ahol megtudhatja a neveket. De még ez is hazugság. Mert nem tudhatja meg ott sem, hiszen csak a tárcsa számot mondják be a nyertekes esetében, és szó nincs arról, hogy a társadalomnak megtudná-e azt, hogy kik viszik el ezeket a 100 milliós értékeket a közös vagyonból, az állami vagyonból. És nyilvánvalóan az is megdőlt, és a tegnapi nap folyamán egy tárgysorozatba vétel kapcsán az is megdőlt, hogy a gazdák érdekét képviselnék bármiben. Nem, önök kifejezetten gazda ellenes törekvésekkel ugye azt próbálják megtenni, hogy hogy lehet a gazdákat egyoldalúan kellemetlen helyzetbe hozni. Ugye elvérzett a kétharmados földforgalmi törvény módosítási javaslatuk, ami lehetővé tette volna, hogy a tulajdonosok egyoldalúan megemeljék a földhasználóknak a földhaszonbérleti díjat. Tegnap a mezőgazdasági bizottságban a bizottság kormánypárti többsége egyöntetű ellenzéki támogatás mellett tárgysorozatba vette azt a polgári törvénykönyv módosítási javaslatot, ami visszamászik az ablakon, és újra megpróbálja megtenni azt, hogy a gazdákat ellehetetlenítsék, és kellemetlen helyzetbe hozzák azáltal, hogy önök a föld tulajdonosok érdekeit képviseljék a gazdákkal szemben. Nincs olyan állításuk, ami igaznak bizonyult volna a lebonyolítással kapcsolatban. A célokban már megegyeztünk, hogy az teljesen rossz.
Most gyakorlatilag a lebonyolításról beszélünk, amiben szintén buktára állnak, és nem tudnak felmutatni semmit a korábbi állításaikból és tényközléseikből. Az a kérdés, hogy van ennek személyi felelőse. Lesz-e valaha olyan, amikor számon kérik Fazekas Sándoron, a témáért felelős miniszteren, hogy hogy tudta úgy lebonyolítani ezt a nagyértékű privatizációt, hogy minden korábbi kormányzati ígéretet megszegve, átláthatatlan módon külföldieknek, nagytőkéseknek és barátoknak kijátsza az állami termőföldet. Erre várom véleményüket. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, a kormány nevében Nagy István államtitkár úr kíván válaszolni. Megadom a szót államtitkár úr. Országgyűlés, kedves képviselőtársam! Jó sok helyre kellene trágyát borítani, mondta ön, teljesen igaza van. Csak a földekre, mert ott van szükség arra is. Szerintem az LMP-nek a legnagyobb zsákutcája pontosan ez az, hogy ott akar botrány kelteni, ott csinál feltűnősködést, ahol éppen nem kellene. Mert a trágyára nagy szükség van, ezt megérezte. Csak hogy nem ott, ahová tette az aszfaltra, hanem pontosan a földekre. Ez egy óriási különbség, és tudja, kedves képviselőtársam, ha valamit értenek a gazdák, akkor pont ezt látják. Pontosan ezt látják, mert ön amikor elmegy, vallja be, teljesen magányos ezeken az akciókon. Nincsen gazdatársadalmi támogatása. Mert bárhol vagyunk, a gazdák mindenütt azt szeretnék, hogy hogyan tud hozzájutni, mikor veheti meg, mikor írják ki, és milyen feltételekkel kaphatja meg. Ezzel szemben, amit önök állítanak azt, hogy erre nincs szükség, ez teljességgel ártalmas a gazdáknak, egyszerűen nem értik. És ezzel pontosan úgy vannak, mint az aszfaltra borított trágyával, hogy nem jó helyen van. Kicsiknek esélye sincs, és akkor nézzük ezeket az állításokat, hogy mi igaz és mi nem, és aztán nézzük, hogy a sántakutya esete hogyan zajlik a valósággal. Az az igazság, hogy tényleg érdemes megvizsgálni mindazokat, amiket az LMP állít. Úgy kezdte, kicsiknek esélye sincs. Hogyan kezdte a kormányzat ezt a feladatot? Pontosan abból leszűrve a következtetést, hogy azt tapasztaltuk, hogy a 3 hektár alatti területekre óriási túljelenkezés van. Többszörösét igénylik a gazdák annak, többszörösen pályáznak azokra a területekre, mint amennyien el tudják mindezt nyerni. Tehát van igény arra, hogy ezt elvigyék. Ahhoz, hogy ez mindenkinek esélyegyenlősége legyen, ezt biztosítja az a hitelforrás, amit mögé teszünk. Annyira lehetetlen álláspont az, amikor azt mondják, hogy itt csak a nagyoknak meg ki tud elővenni 150 millió forintot és hasonló. Szó nincsen arról, hogy valaki a párna cihából elő kelljen húzni 156 millió forintot. Arról van szó, hogy el kell menni a bankba, hiteligérvényt kell kérni, aztán el kell menni licitálni, és minden további nélkül fölemelni a táblát. 1,95%-os hitelnél mi olcsóbb, tessék nekem megmondani, nincs olyan jó gazdasági befektetés, amely 1,95%-os kamatozással meg lehet tenni. Igen, 10%-ot, vagy ha nem bérlő, akkor 20%-ot le kell tenni. De kérdezem én, kedves képviselőtársam, aki dolgozik, aki gazdálkodik, ezt a néhány millió forintot elő tudja venni minden tovább nélkül. Sőt, elő tudja venni bármelyik bank kedvezményes 2-2,5%-os kamatozású kedvezményével is ezt az önrészt. És az az igazság, kedves képviselőtársam, hogy hiába mondják azt, hogy így nem lehet. Amit felsorolt példát az előbb, azt kell mondjam, hogy ha valaki 100 hektárt tudott venni, akkor hol nagy gazda? Mert akkor neki a nevén alig van még föld, hanem szeretném megalapozni azt, hogy megfelelő földművesként tudjon majd dolgozni. Azt mondja, hogy átlátható és nyilvános legyen az árra is. Kedves képviselőtársam, az. És az teljesen hamis beállítás megint, és nyugodtan fogalmazhatnék úgy, hazug is, hogy valaki, aki elmegy az árverésre, az nem ismeri és nem kap adatokat. Kedves képviselőtársam, akinek ott helye van, a helyi gazdák, és legalább a 20 kilométeres körbe lakó gazdák, nincs olyan, hogy nem ismerik egymást. Abba teljesen igaza van önnek, hogyha ön oda megy, akkor ön nem ismerheti. Mert nem tartozik oda. Pedig ön gazda szeretett volna lenni, gazdálkodni szeretné, és mindaz a vehemencia, amivel önből jön, én ezt értem, az a kettőség, hogy most még politikusként úgy gondolja, hogy a pártjának az az álláspontja, hogy
gátolni kell a gazdákat. De ha van, akinek tudathasadása lehet ebbe a történetbe, az pontosan ön, aki pályázni akart, pályázott is állami területekre, sőt, még védett területeket is szeretett volna megvásárolni ezekben a területekben, és ott van, tudja, hogy élete lehetősége volna, hogy vásároljon, és azon gondolkodik, hogy a gazda énje vagy a pártpolitikusi énje kerekedjen fölül. Én teljes őszintén azt javaslom, kedves képviselőtársam, hogy nyugodt szívvel vásároljon, mert olyan lehetőséghez tud jutni ön is, majd a gyermeké is, amelyel hosszú távon nem kilengésekkel, politikai karrierrel, hanem megalapozott gazdaként tudja majd élni az életét. Én ehhez önnek nagyon sok sikert kívánok. Higgyel, sokkal nyugodtabb, sokkal kiegyensúlyozottabb élete lesz, hogyha ezt választja. És számonkérés, csak annyit szeretnék önnek mondani, hogy amikor a gazdák személyébe kell nézni, higgyel, hogy a kormánypárti képviselők sokkal nyugodtabb szemmel nézhetnek, mint majd önök. Köszönöm szépen!